A tiszadadai szabadstrand a horgászok körében is népszerű. Látványra sem utolsó a rakamazi látogatóközpont, és a tiszadobi Andrássy kastélyt is sokan ismerik. Csak néhány kiemelkedő látnivaló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek turisztikai szempontból is egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a saját értékeikről nem veszünk tudomást, vagy nem veszük észre, és hát fontos, hogy tisztában legyünk a saját értékeinkkel, ahhoz, hogy kellőképpen tudjuk aztán promotálni is a nagy közönség felé a saját turisztikailag is hasznosítható értékeinket. Ezért jött létre egy Európai Uniós pályázat keretében a Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése című projekt. Ez több települést is érint. Az elmúlt években átgondoltan, összefüggően tudták fejleszteni a térség turisztikai lehetőségeit. Ennek része egy hétfőn bemutatott fotókiállítás is. Rá kell irányítani a figyelmet ezekre a turisztikai értékekre, hiszen Nyíregyháza és környéke rákerült a turisztikai térképre. A modern városok keretében 2017-ben elkészült a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút, amely nagy lökést adott ennek a területnek, és hát fölépült egy nagy szálloda is, amelyet a Unges Hotel üzemeltet itt az Aquarius élményfürdő mellett, amely a vendégészakák számát növeli ebben a térségben. Az élénk turisztikai életet számos adat is alátámasztja. 2022 első 11 hónapjában közel 400 ezer vendég, majdnem 2 millió vendég éjszakát töltött a megyében, 78%-uk belföldi látogató volt. A külföldiek főleg Ukrajnából, Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából érkeztek, nem csak Nyíregyházára. A Nyíri Mezőség kiemelt települései kapcsán el tudom önöknek mondani, hogy Rakamazon 6000 fölötti vendégészaka szám volt ebben az időszakban. Tiszadobon, ahol körülbelül 30-40 ezer látogató van ugye évben a kastélynak, ott nagyjából 3000 fölötti, és ezen kívül Tiszavasvárja 2019-ben úgy hiszem 100 ezer fölötti volt a látogató száma a Sandfürdőnek, ők is meghaladták a 3000 vendégészakát. Most Nyíregyházán 22. november végéig, tehát 149 ezer vendég, 406 ezer vendég éjszakát regisztrált. Ez a térség vendégforgalmának 42%-a. A Nyíregyháza Tokaj turisztikai körzethez tartozik például Szabolcs is, ahol a Földbár nemzetközileg is jegyzett régészeti terület, ráadásul 2022-ben történelmi emlékhelyé nyilvánították. Ez az egyik leginkább kutatott földvár, amelynek három oka van. Az egyik az maga a földvárnak az impozáns megjelenése. Ugye a földvárak kutathatósága borzasztóan bonyolult, általában beépültek, ráépültek városok, települések, eltűntek, beszántották őket. Viszont ezt Jósa András és a későbbiekben Németh Péter, egykori múzeumigazgató remekül tudtak kutatni, tehát van egy nagyon jó megjelenése a többi földvárhoz képest. A másik fontos dolog, hogy ennek a lábánál áll egy 11. században épült templom, ami az Alföld legelső kőtemploma, és a harmadik ok pedig maga a Szent László jelenlét, ahol ugye a zsinat, a szabolcsi zsinatot tartották itt, itt született meg a harmadik törvénykönyve Szent Lászlónak, ami a magyar történelem első olyan jogalkotási aktus, ami egyfajta társadalmi képviselettel jött létre. Ezeknek az emlékhelyeknek a továbbéltetése a civil szervezeteknek is kiemelt feladata. A Megyeházán tartott konferencián elhangzott, az aktív turizmusban működik a legtöbb civil szervezet, akik hagyományteremtő és kulturális rendezvények segítségével tudják tovább népszerűsíteni megyénk kincseit.